Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Pécsi Stúdió körzeti adását látják. Mai adásunkban az élet és a saját magunk által napjainkban feltett kérdésekre keressük a választ. Ima a kérdések. Ki miért és ki miért nem ünnepel együtt a másik féllel március 15-én? A frontvonalak az MSZMP-n belül húzódnak, avagy mit akar a kaposvári reformkör? Miért adták vissza a kisiparosok az ipart az adózás kapcsán? Gyártsanak-e Mitsubishit a mecseki bányászok? Polgármester vagy tanácselnök kíván-e lenni Pécsváros új vezetője? Megér-e egy adomány egy utca nevet? Ezek a kérdéseink, és aki a válaszokra is kíváncsi, kérem maradjon velünk a most következő 55 percben. Holnap után lesz március 15-e, de az ünnepségek már holnap megkezdődnek. A következő interjúcsokorban arra keressük a választ, hogy mit gondol március 15-e ünnepléséről a KISZ, a Fidesz, a Katolikus Egyház, a Kisgazdapárt, a Landler Jenő baráti kör, a Magyar Demokrata Fórum és az MSZMP képviselője. Március 15-ének túl a történelmi emlékezésen most valahogy van egy aktuális politikai felhangja is. Hogy látja ezt a KISZ? Korábban nemzeti szinten vagy társadalmi szinten kevésbé tartottuk ezt fontos ünnepnek. Azt azért hadd mondjam el, hogy az ifjúság, én úgy érzem, mindig is igyekezett méltó tisztelettel megemlékezni március 15-re. Ugye most külön lesz ünnepsége az alternatív szervezeteknek, és külön lesz hivatalos ünnepség is. A KISZ hogy vélekedett, vállalt volna egy közös ünnepséget? Természetesen. Hát legutóbb ezzel kapcsolatban a megyei KISZ bizottság az álláspontját ki is fejtettem, amikor azt mondta, hogy nem a múltat kellene boncolgatni, hanem legyen ez a március 15 annak a próbaköve, hogy mindazok, akik Magyarországon a haladást, a változást akarják, e szándékukat képesek-e úgy jelezni, hogy közösen ünnepelünk. Én úgy gondolom, és azt a magam nevében is ígérhetem, hogy én a másik ünnepségeken is részt veszek, erre buzdítjuk a többi fiatalt is, és reméljük, hogy az alternatív szervezetek, azok ifjúsági képviselői pedig eljönnek a március 15-i délelőtti ünnepségekre is. A Fidesz most milyen aktuális politikai tartalommal szeretné megtölteni március 15-ét, vagy szeretné egyáltalán megtölteni aktuális politikai tartalommal? Mindenképpen nagyon fontos és nagyon aktuális politikai tartalma lenne ennek az ünnepnek részünkről, mert ez lévén az első független március 15-e, ami nem atrocitásokkal végződik, remélhetőleg, és egy olyan szabad és méltóságteljes politikai ünnep, ami egy forradalomra emlékezik, tehát nem tud a politikus maradni. És ennek a tartalmi részei úgy néznének ki, hogy ez egy demonstráció lenne részünkről, Budapesten is és vidéken is, amellett a folyamat mellett, ami elindul és remélhetőleg most már visszafordíthatatlan. És mindenképpen szeretnénk azt, hogy egy nagyon erős demonstráció lenne azok mellett, az elkötelezett reform erők mellett, úgy a pártban, mint a különböző független szervezetekben és a társadalomnak azokban a rétegeiben, akik ugye nem lépnek föl ennyire nyíltan, de egy március 15-i időként tömeghez hozzákapcsolódnak. Tulajdonképpen, hogyha egy reform folyamat mellett akarnak demonstrálni, akkor nem értem, hogy miért nem ünnepelnek közösen, a hivatalos ünnepségekkel. Úgy tudom, hogy még a koszorúzásban sem szeretnének együtt részt venni. Igen, ez egy elég fájdalmas pontja a mai, illetve az idei március 15-ének, hogy most még nincs itt az ideje. Ezt nem csak mi mondjuk, ezt a főtitkár, pártfőtitkár is megfogalmazta, hogy úgy tűnik, hogy még korai ez az ajánlat, hogy ünnepeljünk együtt. Azt hiszem, hogy mind a két oldalon érzik, hogy nem ez az első alkalom az, amikor egy közös és valóban közös értékeket ünneplő megemlékezést tudunk tartani. Mást ünneplünk, és másképpen. Ez a két lényeges dolog, és ezért még nincs itt az ideje. Nem lehetséges, hogy a régi sérelmek dolgoznak? Mindenképpen belejátszik, hogy nem tudunk felszabadultan együtt ünnepelni azokkal, akik tavaly még Budapesten
verekedést provokáltak gyakorlatilag egy békés tüntető tömeggel szemben. De nem ez a lényeges motivum. Az a leglényegesebb, hogy mi egy más forradalmi vonulatot, mi 48-at, 1918-at és 1956-ot ünnepeljük ebben a forradalmi vonalatban. A hivatalos ünnepségek jó sokáig például ifjúsági szervezetek szempontjából az úgynevezett forradalmi ifjúsági napokon 48-at, 19-et és 45-öt éltették. Ez számunkra nem ünnep. Végül is azért mindez a két különböző politikai koncepció, mert erről van szó, vagy történelmi szemlélet, ez nem jelenti azt, hogy megszakad a párbeszéd az MSZNP, vagy ha úgy tetszik a hivatalos szervek és az alternatív mozgalmak között. Semmiképpen sem. Mi nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan legyen ez a közös ünneplés. Az volt a félelmünk, hogy a hatalom részéről ez lesz a vízválasztó. Ha együtt ünneplünk, akkor tárgyalóképesek vagyunk, ha nem, nem. Azt gondoljuk, hogy nem egy nemzeti ünnepnek az ilyen módon való kisajátítása kell a kérdésnek a lényege legyen. Tehát amikor tárgyalásokról beszélünk, az egy más dolog, az a mai napi politika, és nagyon fontos, és egy közös felelősségünk van ebben, de egy ilyen jellegű ünnep, ami nagyon sok mindenféle érzelmet és indulatot szabadít föl, sokféle külsőség keveredhet hozzá, ezt nem szabad összevetni, ezt a két dolgot. Az egyháza a vallásos emberek gondolkodásával miként jelenik meg március 15-e? Egy jogfolytonosságról beszélhetünk, azt hiszem, hiszen a történelmi egyházak mind ünnepelték a nemzeti ünnepet, részint azért, mert a nemzet sorsát és a nép sorsát mindig is összekötötték a transzcendenciával, magával, az Istennel. Rá kell ébrednünk mindenek előtt arra, hogy az új szakasz kezdetéhez nem annyira új ideológiák és új tanok kellenek, hanem sokkal inkább egy új szemlélet, nevezetesen, hogy csak együtt tudunk kikászálódni mindabban a krízisből, amiben most benne vagyunk. Az egyház össze is fog minden jó szándékú emberrel, ugyanakkor azonban a hatalom mostani birtokosaival nem tudja magát mindenben azonosítani az elszenvedett történelmi sérelmek miatt. Önök nem szabják meg a hívőknek, hogy miként és kikkel ünneplik március 15-ét? Kétségtelenül nem, annál is inkább nem, mert az egyház elsősorban nem politikai tényező, másfajta küldetése van. De amennyiben az egyház szociológiai képződmény képviseltetni akarja magát a társadalomban és adott esetben politikai megmozdulásokon is, hogy a híveink kikkel ünnepelnek és mi módon, azt ők döntik el, annál is inkább, mert az ember autonóm egyéniség jogában áll lelki ismerete és legjobb ismerete szerint cselekedni, dönteni. A Kisgazdapártnak volt egy olyan állásfoglalás, hogy nem szabja meg tagjai számára, hogy miként ünneplik március 15-ét. Ez az elképzelés változott-e? Csak részben. Március 15-én az ünnep napján valóban nem szabjuk meg senkinek ki, hova menjen. Ahova ideje, kedve, tehetsége engedi, oda csatlakozik az ünnepi napon. Előtte való este azonban március 11-én kedden az alternatív pécsi szervezetekkel egyetemben részt veszünk egy fáklyás felvonuláson, amelynek végcélja itt a 48-as téri Petőfi szobor előtt lesz. Ennek az ünnepnek inkább történelminek kéne lenni, tehát nem aktuális napi politikai felhangokkal fűszerezetnek. Igen, talán ez is fokmérője annak, hogy a mai világ, a mai társadalom mennyire felbojdult, hiszen minden történelmi eseményben a mai aktualitást próbálja megtalálni. Március 15-ével pláne így vagyunk. Az első számú nemzeti ünnepünkkel teszem hozzá, mely végre megkapta a maga rangját. Ez természetes. Ha egy kicsit csitulnak a politikai indulatok, és az a bizonyos átmenet, zöggenőmentes átmenet, amire a Kisgazdapárt törekszik, egy új demokratikus, liberális társadalma megtörténik, feltétlenül ezek a felhangok is távol maradnak majd a nemzeti ünneptől. A kommunistákat mindig a mély hazaszeretet, a nép iránti elkötelezettség, és mind a mellett a proletár nemzetköziség is jellemzi. Önök azt mondták, hogy bárkivel együtt tudnak ünnepelni március 15-én, aki elfogadja az ünnep történelmi szellemét. Mit értenek ez alatt? Mi ma is ezt valljuk.
A mi baráti körünk úgy véli, hogy a magyar népnek ma a legnagyobb szüksége az egységre van, és ez kifejeződhet az első igazán ünnepi március 15-e közös ünneplésében is. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy mindenki, aki átérzi, vagy érzelmileg ténylegesen kötődik a mi nagy nemzeti ünnepünkhöz, azoknak együtt kell ünnepelni, és nem értünk egyet semmilyen olyan törekvéssel, amely megosztaná a magyar nép e nagy, hazafias nemzeti ünnepét. Ugye ezek a szervezetek, akik külön akarnak ünnepelni, most azért arra is hivatkoznak, kimondva, kimondatlanul, hogy eddig ők szerettek volna együtt ünnepelni, de nem tudtak. Eddig a párt nem tartott rájuk igényt. Én nem tudom, és nem is vagyok illetékes, hogy ebben akár félhivatalosan is nyilatkozzam. Egyet tudok. Az én életemből, tapasztalataimból azt tudom mondani, hogy eddig sem tiltotta meg semmilyen szervezet, apásról nem is beszélek, hogy közösen ünnepeljünk. Önök az ünnepségeken külön lobogó alatt vesznek részt, ha úgy tetszik, vagy pedig úgy együtt a többiekkel? Szó sincs róla, természetesen együtt a tömegben, ott lesznek a mi tagjaink is, minden megkülönböztetés jelzése nélkül, és természetesen mindenki viselni fogja azt a kokárdát, a nemzeti színű kokárdát, ami az ilyen jeles napon, mint március 15-e eddig is szokásos volt. Meg kell már, hogy fogalmazódjék, hogy a magyarságot nem lehet hosszú ideig az akarata ellenére vezetni, gyámkodni fölötte. És nem lehet olyan csodálatos nemzeti erekélyítől megfosztani hosszú időn keresztül, amelynek tanúi voltunk az elmúlt évtizedekben. És az, hogy elhatárolta az országos vezetőség és nagyon sok alternatív szervezet magát a közös ünnepléstől, részben ennek tudható. Hogy ezzel visszaéltek, úgy gondolják, igen, az évek során? Igen, igen, és nem tudjuk mire vélni. A jelenlegi álláspont hihetetlen gyors fordulatváltozásait. Szóval nem tudom elképzelni azt, hogy amikor egy évvel ezelőtt ezen a téren nézünk körül a belügyminisztériumhoz tartozó emberek uniformisban, civil ruhában és informátorok hadával itt állt, itt volt, nézte, fényképezte, hogy kik vesznek részt, nem tudjuk elképzelni, nem tudunk hinni abban, hogy ez most 365 elteltével oly hirtelen megváltozott volna. Az egész ország rengeteget változott át. Szóval nem csak ez az egy momentuma az életünknek. Kétségtelen, de ha valaki 40 éven keresztül valamit tilt, tagad, akkor diszonáns az, hogy most előre törve és mindenféleképpen jelezni kívánván azt, hogy országos egység van, most felvállalni kíván egy ilyen ünnepséget. Ez a mostani ünnepség sorozat, ez egy próbakő. Tehát gyakorlatilag mindkét fél számára a másik szavahihetőségét bizonyíthatja. Így van, nagyon jó a kérdés megfogalmazása. Hozzátéve azért még azt, hogy, és válaszolván ezzel arra, hogy miért van azért közös momentum, értékeljük a központi bizottság által létrehívott szervezetnek a 1956. október 23-ával kapcsolatosan kialakított álláspontját. Mi ezt egy gesztusnak érezzük a társadalom felé, és tulajdonképpen a gesztushoz csatlakozunk akkor, amikor az emlékezés virágait elhelyezzük mi is a hivatalos ünnepségeken, bár hangsúlyozni kívánjuk, hogy a nyitó ünnepet mi szervezzük, és ez egy másfél napig tartó program keretén belül mi kívánjuk, mármint az összes alternatív szervezettel együtt, kívánjuk március 15-ét tiszteletre méltóan megünnepelni. Mi felajánlottuk a Magyar Demokrata Fórum pécsvárosi és baranyai szervezetének, hogy ünnepeljük közösen együtt március 15-ét. Ők úgy tűnik, hogy ezt vállalják, és az ünnepségen részt vesznek képviselőik. Tehát tulajdonképpen nem közös ünnepség lesz, de képviseltetik egymást. Ez egy átmeneti, áthidaló állapot. Talán igen. Az MDF jelezte, hogy szándékozik meghívni a megyei és városi pártbizottságot 14-i ünnepségükre. Amennyiben mi meghívást kapunk, örömmel részt veszünk. Én azt hiszem, hogy egy folyamat közben vagyunk. Ez a folyamat
ha úgy tekintem, 89-ben azzal indul, hogy kölcsönösen képviseltetjük magunkat, és bízom abban, hogy a jövőben valóban közös ünnepé tudjuk tenni március 15-ét. Folytatva a témát, íme a dél-dunántúli körkép. Kumlón az alternatív mozgalmak képviselői az ünnepségek előkészítésében is részt vettek. Szigetváron együtt ünnepelnek, Tamásiban az egyház képviselői is részt vesznek az ünnepségeken. Marcaliban és Mohácson nincs komoly alternatív szervezet, Kaposváron viszont a Fidesz és az MDF 15-én este külön ünnepel, mégpedig fáklyás felvonulást rendeznek. Pakson együtt, Dombováron külön ünnepelnek. Igen, színes tehát a kép. Én mindehhez csak Pozsgai Imrének a TV2-n az elmúlt héten elmondott egyik gondolatát szeretném hozzáfűzni. Soha nem volt akkora szükség a közmegegyezésre, a nemzeti összefogásra, mint napjainkban. Ha Európához akarunk tartozni, európai módon kell élnünk és gondolkodnunk. Nem leszámolásra, hanem elszámolásra van szükségünk. Azt hiszem, megszívlelendő gondolatok attól az embertől, akit az MSZMP reform szárnyának egyik vezéralakjának tartunk. Az MSZMP-n belüli reformmozgalom egyébként is kezd megerősödni, szájra kapni, szervezetileg is. A közelmúltban megalakult az MSZMP tagok Csongrád megyei, majd Békés megyei, budapesti, nagykönizsai és kaposvári reformköre. Én az utóbbinál érdeklődtem, kik ők és mit akarnak. Azt mondja, hogy először a szolgára három kifejezésből, de én a társadalomra vonatkozom. Vettem ki, hogy a reform nem más, mint a régi, már elavult társadalmi politikai rendszer hibáit kijavítani akaró, múltban nem gyökeresen szakító változás. Mert ha múltban alapjaiban szakít, akkor nem reformom, akkor már korábban. Tavaly március óta pártam belül nyugodtan lehet mondani, hogy az egész mondalomat más irányba terelő, alappal nem szakító reform folyamatok sora van, egyesek szerint gyorsan, egyesek szerint lassan. Nekünk itt ténylegesen az a feladatunk, hogy olyan számunkra fontos kérdésekben, mint a szervezeti szabályzat módosítása, vagy hogyan jutunk el, mint pártunk a választásokig kérdéskör, vagy az, hogy a megyei pártértékezőknek a előkészítő munkájában az átfogó elemző munka miképpen és hogyan készül, ebben igenis lehetnek véleményeink. És ezeket a véleményeket nekünk a nyilvánosság elé kell tárni. Nem tudom, hogy mi akarunk vagy nem akarunk politizálni, de azt hiszem, hogy ez nem is kérdés. Muszáj politizálnunk. És ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a párt jelenleg helyzeténél és struktúrájánál fogva alkalmatlan a politizálásra. Mikor és milyen céllal jött létre ez a reformkör? Mi úgy ítéljük meg, tisztelve minden alternatív mozgalmat és a lendő több párt rendszerben ellenfeleinket, konkurenseinket és szövetségeseinket is, hogy a jelenleg Magyarországon zajló folyamatokon belül a legfontosabb frontvonalak még nem az MSZMP keretein kívül helyezkednek el, a legfontosabb küzdelmek ebben a fejlődési szakaszban az MSZMP-n belül zajlanak. A megítélésünk szerint a párton belül, amelyik most már hál' Istennek kilépett a látszólagos párt egység hamis állarca mögül, tehát a párton belül egyre nyilkabban fogalmazódnak meg egymásnak ellentmondó nézetek. Ez a párttagok széles körében és a társadalmon belül is bizonyos elbizonytalanodást vált ki, ugyanakkor pedig a nyilvános vita révén bizonyos nézetek, nézetrendszerek tisztázódnak. Ezt a tisztázódási folyamatot még akkor is üdvözölni tudjuk, hogyha velünk esetleg nem szervesen együtt gondolkodó elvtársaink nézetei kapnak hangot, gondolok itt például a Müller Ferenc társaságra. Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a párton belül jelenlévő véleményünk szerint alapvetően két irányzatnak minősíthető nézetrendszer egyre markánsabban megfogalmazódik és a nyilvánosság elé lép.
Különösen a januárban itt Kaposváron lezajlott városi pártértekezlet tapasztalatai mondjuk olajként hatottak itt a tűzre, és több munkahelyen dolgozó értelmiségi pártagokban érleltek meg olyan felismerést, hogy a régi szervezeti struktúra, a régi formák önmagukban már nem elégségesek ahhoz, hogy valóban el tudjunk attól lépni, hogy ugyanitt jelszavakban megújul minden és mindenki. De ha a régi szervezetben, a régi formában, a régi emberek új jelszavakat mondanak, ettől itt nem fog történni semmi. Kialakult bennünk egy olyan érzés, hogy nálunk Somogy megyében az országban zajló reform folyamat a lehetségesnél, vagy ha úgy lehet fogalmazni, a kívánatosnál sokkal lassabban és akadozva halad. Úgy gondoljuk, hogy azok a pártok, akik úgy ítélik meg, hogy el tudnak igazodni a párton belüli küzdelmek bonyolult világában, azok nem engedhetik meg maguknak, hogy most szavukat ne hallassák, és ne kövessenek el mindent azért, hogy itt valóban egy demokratikus vitákat teremtő légkörben nyíltan politizálva segítsenek a nézetek tisztázódásához, a félreértések tisztázásához. Mennyiben Somogy megyei ez? A reform az nem egy olyan valami, ami elindul valahonnét a központból, és helyi erők, helyi erjedés nélkül végigcsordogál egészen a legutolsó sejtig, hanem akkor jó, hogyha alulról is indul valamiféle erjedés, és aztán ez majd valahol találkozik. Most attól Somogyi, hogy elsősorban a Somogy megyei ügyekkel, a Somogy megyei pártbizottság, illetve pártszervezetek ügyeivel kívánunk foglalkozni, de hát ez nem függetleníthető az országos jelenségektől. Tehát állást kívánunk foglalni minden olyanban is, ami országos ügy, de bennünket érint, mint ebben az országban lakókat. Kik a tagjai ennek a reformkörnek, nem név szerint, hanem legalább foglalkozás szerint? Körülbelül kik érdeklődnek ezért? Hát közgyűjteményi dolgozók. Természetesen csak pártagok, miután ez azt hiszem nem lehet számon kérni, hogy nem elég demokratikus. Ez a párton belüli szerveződés, tehát természetesen csak pártagok a tagjai, ha lehet itt tagságról beszélni. Közgyűjteményi dolgozók, a mezőgazdasági főiskola, illetve hát most már a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kaposvárra kihelyezett tagozatán dolgozó elvtársaink, a tanítóképző főiskoláról egy jelentősebb csoport. Aztán például területi pártalapszervezetekből is vannak itt. Községi pártitkár. Általában az alapító tagok összetételére jellemző, hogy a humán értelmiségből táplálkozott ez az első összejövetel, de rögtön az első vízhangból azt tűnik ki, hogy nagyon erős az érdeklődés a műszak és az agrár értelmiség körében is. Akkor hadd vessem közbe és szembe mindezzel azt az egyre erősödő hangot, hogy a Magyar Szocialista Munkáspártban egyre inkább az értelmiségiek hangját lehet hallani, és lám itt is erről van szó. Nincsenek munkások? Baj az, hogyha egy erjedést az értelmiség indít el. Szerintem nem. Hát az értelmiségnek az a dolga, hogy ezt fölismerje, próbálja közvetíteni, és próbáljon hozzá tömeget, bázis nyerni. Hát ha ebből a reformkörből valami szélesebb körű mozgalom, mozgás lesz, szerveződés lesz itt Somogy megyében és Kaposváron, hogy nyilván nem alapozhatunk az értelmiségre, hiszen a megye összlakosságának 4,5%-a az értelmiség mindössze, és ez igaz a pártagokra, illetve a pártszerveződésre is, ez az arány hozzávetőlegesen. Tehát a bázist azt nyilvánvalóan azokból az erőkből, azokból a tömegekből kell meríteni, akik nagy létszámban vannak jelen. Ezek a munkások, illetve az agrárágazatban dolgozó szövetkezeti vagy nem szövetkezeti parasztság. Mi volt itt a városban a vízhangja a megalakulásnak? Vegyes, nagyon vegyes, mint minden újnak, vagy majdnem újnak. Hát volt, akinek ez gyanús volt. Volt, aki megrettent tőle, hogy már megint egy alternatív. Annyi van már, egyébként nincs túl sok, de azért az előző évek nullájához képest az egy is sok. Tehát volt, aki megijedt, volt, aki ezt gyanúsnak tartotta, volt, aki ezt szakadár, kiválni készülő egyének csoportosulásának fogta föl, de én úgy gondolom, és azt tapasztaltam, hogy a többség az okon szemben fogadta az MSZNP tagok közül ezt a kezdeményezést. Na most a szimpla rokon szem egyelőre nem sokat jelent,
hogyha ez megnyilvánul valamilyen konkrét formában, akár abban, hogy ma este eljönnek ide vitatkozni, akár abban, hogy a megyei pártértekezletig visszalévő másfél hónapban itt valamilyen cselekvési vagy akcióegységre tudunk lépni MSZNP tagok reformot akaró köreivel, akkor úgy gondolom, hogy ez a rokon szem már megérte azt, hogy itt elkezdtünk valamit páran. Megyei pártértekezlet lesz, ha jól tudom, április 15-én Kaposváron. És azt, ha nem közismert, tegyük hozzá, hogy lemondott a megyei pártbizottság első titkára közelmúltban, tehát itt biztos, hogy kell új első titkát választani. Egy ilyen helyzetben mit tett a reformkör, és mit szándékozik tenni? Én úgy gondolom, hogy nekünk nem szabad belemenni itt ilyen hatalmi és személyi csatározásokban, nem is célunk az ilyen. Nézeteket szeretnénk tisztázni, ezekben a nézetekben belefér az is, hogy mi lehet a szerepe, mi lehet a dolga majd egy megyei pártbizottságnak, ennek egy megyei pártértekezeten ki kell most derülnie. Hogy mi a dolga ez alatt, azt értem, hogy azért ez a korábbi struktúra, amikor a központ irányítja a megyét, a megye, a város az alapszervezet, ez fel kell, hogy boruljon most már, illetve ezt fel kell borítani, mert önmagától azért még nem borul fel. Egy ilyen nézettisztázáshoz járulhat hozzá a reformkör. Másrészt pedig ahhoz, hogy végre elváljon a tüdő a májtól, ahogy szokták mondani, hogy váljék világossá a pártértekezeten, hogy kik azok az erők, és nem személyekre gondolok, hanem sokkal inkább erőkre, akik akarják a reformot, és kik azok az úgynevezett fundamentalista vagy konzervatív irányt képviselők, akik nem akarják. Tehát láthassa mindenki, aki küldött és meghívott, vagy tanácskozó lesz ezen a pártértekezeten, hogy mi az, aminek itt össze kell csapni, és mi az a politikai küzdelem, ami valójában politikai és valójában küzdelem. Tehát elő lehet segíteni a színvallást, amire olyan szükség van. Most a napokban megalakultak a nagykanizsaiak is. Elképzelhető, hogy ez rövid időben egy országos reform hálózat, nem is tudom, ez mondjuk másra vonatkozó kifejezés, de egy országos jelentőségű csoportosulás lesz ezen a szempén belül? Hogy válaszoljak rá egy másik reformhálózat mottójával? Ez a reformhálózat egy ifjúsági képződmény, amelyik azt írta föl mottóul magának minden prospektusára és kiadványára, hogy a helyzetnek semmi oka arra, hogy magától megváltozzék. Hát, hogyha ezt többen fölismerik, több városban, több megyében, akkor valószínűleg meg fognak szerveződni ők is, és illetve hát még mi sem szerveződtünk meg, de legalábbis egy laza közösséget, vita közösséget alakítanak maguknak, és akkor ez előfordulhat, hogy országos hálózattá válik. A reform Pécsett és Baranyában is új lendületre vár. A párton belüli platform szabadság jegyében itt is keresik a beleszólás, az eddiginél hatékonyabb segítés lehetőségeit a reformok elkötelezett hívei. Kell a reformkör. Stúdiónk párt alapszervezetének néhány újságíró tagja az élet különböző területein tetten ért igények hatására vállalja, hogy a pécsi reformkör szervezője lesz. Kérjük és várjuk a Magyar Szocialista Munkáspárt mindazon pécsi, illetve baranyai tagjainak levelét, jelentkezését, akik sokunkhoz hasonlóan úgy érzik, hogy a reformpártiság ma mindenek előtt aktív felelősségvállalást jelent. Címünk itt látható a képernyőn, Pécs Sörház utca 68. Nem a politikai, bár nem szerencsés a kettőt szétválasztani, hanem a gazdasági reform része a napjainkban talán leggyakrabban emlegetett témánk, az adózás. Itt van a nyakunkon március 20-a a személyi jövedelemadó rendezésének határideje. És most múlt el egy másik dátum, február 28-áig kellett a kisvállalkozásoknak az adóbevallást megtenniük. Baranya megyében hány vállalkozót érintett ez, és hányan adták be időben? Baranya megyében körülbelül 10 000 egyéni vállalkozónk van, és 1100 társas vállalkozásunk. Ezeknek kellett vállalkozói adóbevallást adni február 28-áig. Az egyéni vállalkozók közül 6 000 adták be, tehát csupán a 60%-a február 28-áig, a társas vállalkozások közül pedig 860. Nagyon sokan panaszkodtak a vállalkozók közül, hogy igen bonyolult a vállalkozói adóbevallás elkészítése. Én azt hiszem, hogy nem ez az oka, mert január 1-től kezdődően volt idő arra, hogy ezt kitöltsék. Nagyon sokan nem tudják, hogy akkor is adóbevallást kell adniuk, vállalkozói adóbevallást akkor is be kell nyújtaniuk, hogyha a 100 000 forintot az adóköteles nyereségük nem érte el. Én sejtem, hogy nagyon sokan emiatt nem adják be vállalkozói adóbevallást. Egyébként körülbelül 25% a rossz bevallásoknak az aránya.
Mi a jellemző hiba? A jellemző hiba az, hogy nem tudják a vállalkozói adó alapból levezetni a személyi jövedelem adó alapot. Tehát azt meg tudják állapítani, hogy a vállalkozói adót milyen összeg után kell fizetni, viszont ebből nehezen tudják megállapítani azt, hogy a személyi jövedelmük után mennyi pénzt fizessenek, mennyi adót fizessenek. Lehetett arról hallani, én még ilyen riportot is láttam a televízióban, hogy mondjuk egy öreg suszter, vagy egy cigányfuvaros, aki hát mondjuk nem érettségizett le, az egyszerűen képtelen kitölteni ezeket a papírokat. Lehetőség volt a tavalyi év folyamán, és az idén is lehetőség van arra, hogy felmentést kérjenek a könyvvezetés alól, illetve egyszerűsített nyilvántartásokat vezessenek. Ahhoz, hogy az adó összegét meg tudják állapítani, mindenképpen valamilyen írásbeli dokumentumot kell vezetni, hiszen ez az alapja az adózásnak. Tehát az, hogy teljes felmentést adjunk, nincs lehetősége. És mit tanácsol ezeknek, akik hát nem tudják megcsinálni? Akinek megengedi a lehetőség, arra kérném, hogy ők forduljanak szakemberekhez, szakképzett könyvelőkhöz, engedélyen rendelkező könyvelőkhöz, adótanácsadókhoz, egyre több lesz a megyében. Akinek pedig a jövedelmi helyzete nem engedi meg, az pedig jöjjön be az ügyfélszolgálatunkra, és nagyon szívesen segítünk neki. Sikerült-e időben elkészíteni ezt a bizonyos adóbevallást, azaz, hogy február 28-áig? Igen, február 27-én adtam le. Könnyű dolgom volt, mondjuk nem maga az adóbevallás miatt, hanem könnyű dolgom volt, mert a kiosznak van egy gépű adatkönyvelő csoportja, ahol könyveltetek, és ingyen az adóbevallást is elkészítették, így nekem különösebb gondot ez nem okozott. Sokan vannak, akik oda vitték a papírokat? Igen, sokan vannak. De most a január 1-e óta nagyon sokan lettek, mikor látták, hogy milyen gondot okoz. Tehát egyénileg nem tudták ezt elvégezni. Tehát valami segítség kellett ehhez. És mi okoz ebben a legnagyobb gondot? A számszaki része, vagy a logikája, vagy a bonyolultsága, vagy micsodája? Hogy én is paraszti nyelven fogalmazzak, nem józan paraszti ésszel állították össze, nem városi nyelven, nem köznyelven állították össze, közgazdasági, jogi nyelven állították össze ennek a bevallási íveknek a logikáját, és én ebben látom a legnagyobb problémát, hogy egyszerű emberek, egyszerű vállalkozók, akik arra születtek, hogy effektív termeljenek, képtelenek ez alapján az adóbevallásukat megcsinálni. És milyen az összkép? Falusi Schustertől egészen a 30 főt foglalkoztató nagyvállalkozóig, tehát ilyen széles a skála. Gyakorlatilag ugyanakkor az adóbevallás és az adórendszer az elmúlt évben nem differenciált megfelelőképpen, és elsősorban azoknak okozott gondot az adóbevallás elkészítése, aki saját magukra voltak hagyatva. Az adófelügyelettel napi kapcsolatunk volt, telefonon, személyesen, levélben. Olyan gondok voltak az elmúlt évben, hogy 91 néhány állásfoglalás jelent meg a törvényről. Tehát ilyen feltételek között nagyon nehéz vállalkozni, és nagyon nehéz a vállalkozást könyvelni és adminisztrálni. Olyan gondot láttam az elmúlt évben, hogy a fő tevékenység egy kicsit háttérbe szorult, és gyakorlatilag az adott feladatnak az adminisztrációja nagyobb energiát emésztett el, mint amennyi a súlyához képest szükséges. Volt olyan, aki erre hivatkozva visszaadta az ipart? Igen, voltak ilyenek, és amiben nagyon nagy gondot látok, hogy a kisiparosság összlétszáma városunkban és a megyében is nőtt az elmúlt évben. De sajnos a szerkezeti változások nem voltak kedvezőek. A lakossági szolgáltatók sorra visszaadták az iparengedélyt, és itt ki kell emelnem a peremterületet, a városkörnyéket és a kisközségeket, és akik új ipart váltottak, kubikus, kutású, egyéb szabadipar, ezek nem tudják pótolni ezeket az elveszett tevékenységeket. Nem az adóteher az, ami nagyon nagy. Én kiemelném az adminisztrációs terhet és a társadalombiztosítás most már 53%-os mértékét. Most lassan közeledünk egy újabb dátumhoz, ez pedig ugye a március 20-a, amikor is, és ez nyilván szélesebb kör lesz az eddiginél,
a személyi jövedelemadó bevallást is, meg a befizetést is, a hátralék befizetését is meg kell tenni. Hogy állunk most ezzel? Március 7-ig 27.500 személy adta be a személyi jövedelemadó bevallását. 60.000-re számítunk a megyében egyébként, tehát ez még a felét sem írja el. Nekem az lenne a kérésem az adózó állampolgárokhoz, hogy a személyi jövedelemadó bevallást attól függetlenül adják be, hogy a befizetést teljesítenék. Ugyanis, tehát a zöld ívet, igen, csekk tehát nélkül. Pontosan, tehát a zöld ívet azt vagy adják postára, vagy hozzák be személyesen. Az adóbefizetést azt ráérnek március 20-áig teljesíteni, tehát az adóbevallása nem egyenlő az adóbefizetésével. Az lenne a kérésem, hogy minél hamarabb hozzák be, mert március 20-a környékén, illetve közvetlenül előtte nagy tumultusra lehet számítani nálunk az ügyfélszolgálati irodán. Hát ez sem volt valami szívderítő téma, de megnyugtathatom önöket, hogy a következő sem lesz az. A közeli hónapokban úgy tűnik, 3000 emberrel csökkenteni kell a mecseki szénbányák létszámát. A bányászat különösen érzékeny pont Baranyában, hiszen a jövője a családtagokkal együtt közel 100 000 ember sorsát határozza meg. Ezért is járt itt nemrég a pénzügyminiszter, az ipari miniszter és az országos tervhivatal elnöke, hogy tanácskozzanak a mecseki bányászat jövőjéről. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón ott voltunk mi is. Az energia koncepcióval kapcsolatban először a minisztertanácsnak van érvényes első félévi munkaterve. Ebben a munkatervben a második negyedév végén, ha jól emlékszem, júniusban szerepel az energia fejlesztési tervnek a megvitatása a határozathozatal igényével. Jelenleg tárcaközi egyeztetéssel folyik a munka, hogy mind az energiafelhasználás, mind az energiatermelés oldaláról fölmérjük, hogy milyen változtatásokat lenne szükséges eszközölni annak érdekében, hogy a távoljövőben 2010-2020-ig kell előre tekinteni, hogyan formáljuk ez ezzel kapcsolatos beruházás politikát. Ilyen értelemben ül az, hogy nincs kiforrott koncepciónk, mert az eddigi koncepciók azok elsősorban a forrásokat tartották szem előtt, és kevésbé az energiaracionalizálás. Most egy olyat szeretnénk kidolgozni, amelyik az energiafogyasztás racionalizálását legalább olyan fontosnak tartja, mint egy új erőműnek az építését. Ezen tehát mindenképpen dolgozunk. Tulajdonképpen megalapodás született arra, hogy Istvánnak nem bezárják, hanem tartósan szünetelve. Ennek minőségi különbsége az, hogy a Istvánnak jelenleg 20 millió lefejthető szénvajat áll rendelkezésre, aknánkkal feltárva. Ezt bármikor később, ha szükség van rá, meg lehet fogni, ne lehet fejteni. Ez a tartós szüneteltetés tulajdonképpen állatmegoldást jelent. Az eddigi vizsgálatai szerint a egyszeri ráfordítás a szüneteltetéshez 20 millió forintot igényel, az állatmegoldás pedig évi 50 millió forintot, mai árszinten számításunk szerint. Erre utalt Villányi elvtárs, hogy a folytatódó tanulmányok a pontosítás kapcsán kerül mérlegelésre az, hogy milyen megosztásban és viseljetek. Minthogy a szanálási alapnak pénzeszközeit a parlament határolja be, többlettámogatást folyósítani módja nincs, ezért ennek a megállapodásnak az egyik sarköve, hogy a támogatás összege nem növekedhet. Következésképp a vállalatnak kell felerősíteni azt a tevékenységet, amely a racionalizálási tervét nagyobb mértékben, gyorsabb ütemben teszi lehetővé végrehajtani. Olyan vállalkozásokat tudunk átmenetileg fogadni, amely a jelenlegi épületeinkben, elsősorban az épületek használásának a felajánlásával, a meglévő gépeinkkel, részegységek előállítására, nagy tömegű hiánycikkeknek az előállítására ad lehetőséget a számunkra, de egészen furcsa dolgot is mondhatok, például az anyagellátó üzem 1000 mesterboltoknak autós alkatrészboltot fog nyitni. A szállítási részlege ennek az üzemnek például specializált Lada és Niva szervizt kíván üzemeltetni. Pillanatnyilag
A gyors megfogás és a gyors eredmény a számunkra döntő. Kértem az ipari miniszterelvtársat, hogy adjon olyan iránymutatást, hogy nagyobb volumenű vállalkozást milyen irányba lehetne tenni. Elsősorban a szolgáltatóipar és a háttéripar került említése ilyen vonatkozásban, amelyre a Mecseknek fel kell még készülnie. Saját terveit, saját kapacitásait meg kell szervezni egy ilyen tevékenységet. Hadd mondjam el, hogy a vállalatunkat is megkereste Mitsubishi Ausztria, és ajánlatot kért arra, hogy a vállalat... Számolni kell azzal, hogy egy ilyen területen végrehajtott nagymértékű szerkezetátalakításnak vesztesége is vannak. Olyan szerkezetátalakítás, amely ilyennel nem számolt, az hiszen levegőbe lóg illúziókkal táplálkozik. Ezért számolni kell azzal is, hogy itt használhatatlanná is válnak eszközök. Mindenképpen emlékeztettem kell arra az emlékezetes bányásztrájkra, vagy ahogy annak idején a kormánybiztos fogalmazott párbeszédre, amikor is Kapolyi László ígéretet tett a bányászoknak, hogy a kormányzat felülvizsgálja majd az adózással kapcsolatos feltételeket. Történt-e ebben valamilyen erőrelépés? Én jelen voltam azon a megbeszélésen, amikor erről szó volt, már nem Pécset, hanem a kormányzati szervekben. Ott egyértelmű ígéret arra hangzott el, hogy a bányamentési pótlékot költségként kezelik. Ezt az ígéretét a kormány teljesítette. 89. január 1-től a bányamentési pótlék költségként jelenik meg, következésképp adómentes. Azt azonban hozzáteszem, hogy a pénzügyminisztériumnak továbbra is az az álláspontja, hogy egyes bér vagy jövedelemelemeket külön preferálni, külön kedvezményezetté tenni teljesen indokolatlan, hiszen ezzel más rétegeket sújtanánk. Másik oldalról viszont ez azt jelenteni, hogy akkor ezeken a címeken adózatlanul jelentős összegek kifolynak, míg más címek akkor természetesen háttérbe kerülnének. Ez az érdekeltség kuszálását, rendezetlenségét eredményezne. Hetek óta kérdés volt Pécsett, hogy ki lesz a Városi Tanács új elnöke. Az elmúlt hét péntekén a rendkívüli tanácsülésen a négy jelölt kissé szorongva ült a Városi Tanács nagytermének első padsorába. Vajon melyikük kell fel úgy, mint a Városi Tanács új elnöke? A rendkívüli tanácsülésen egyetlen napirendi pontra szavazott a 86 jelenlevő tanácstag az elnökválasztásra. A Hazafias Népfront Városi Bizottsága négy jelöltjének személyére Gergely László, a Városi Népfront Bizottság titkára tett javaslatot. A Hazafias Népfront Városi Bizottsága Brandstetter György, dr. Molnár Zoltán, dr. Révész Mária, dr. Szűcs József személyében felkészült, több diplomával rendelkező, különböző területeken vezetési gyakorlatot szerzett, koncepcióval bíró tanácstagokat ajánl a tisztelt tanácsnak. A jelöltek bemutatását követte a titkos szavazás, amelynek eredménye a következőképpen alakult. A következőkben ismertetem, hogy hogyan oszlottak meg. Brandstetter György 17 szavazatot kapott. Dr. Molnár Zoltán 40 szavazatot. Dr. Révész Mária 6 szavazatot. Dr. Szűcs Zoltán 22, Szűcs József 22 szavazatot. A megválasztott tanácstagok többségének szavazatát egy jelölt sem kapta meg a fentiek alapján, ezért új választást kell tartani. Másodszor is az urnákhoz járultak a tanács tagjai, abban a reményben, hogy most már valaki elnyeri a szükséges 47 szavazatot. Tisztelt tanács! A második szavazás eredménye eredményt hozott. Dr. Molnár Zoltán 47 szavazatot kapott. Brandstetter György 13-at, dr. Szűcs József 26-at.
mi akar lenni? Tanácselnök vagy polgármester? A város valamennyi itt élő állampolgárát szolgáló tanácselnök. Ez azonos a polgármesterrel? Hát, hogyha így veszem, akkor bizonyos értelemben igen, de amíg nem a város polgárai választották a városvezetőjét, hanem a tanács tagjai, hivatalosan én magamat csak tanácselnöknek hívhatom. Ezeken a bizonyos beszélgetéseken, jelölőgyűléseken mind a négy jelölt elmondta a programját. Én azt hiszem, hogy talán mindenki nem pontosan emlékszik rá, vagy nem is hallotta pontosan. Van-e egyéni programja? Én valamennyi alkalommal ugyanazt a programot fogalmaztam meg. Azt hiszem, hogy nem volt benne új, vagy nem volt sok új benne a korábbi dolgokhoz képest. Röviden az volt a programom lényege, hogy én azt szeretném, ha a város, a tanács testülete az 1989 évben megfogalmazott tervet végre tudná hajtani. Ez az alapja, amit én programonként megfogalmaztam, de ezzel együtt hozzátettem néhány dolgot, hogy szeretném, ha a korábbiaknál még jobban tudnánk ezt tenni, még jobban illeszkednénk a tervekhez, még jobban támaszkodnánk a tanács tagjaira, a tanács tagjain keresztül a széles lakosságra, az állampolgárokra, és még egy dolgot szeretnék, ha a tanácsunk döntéseit úgy hozná, hogy az minden esetben háttérinformációként, a döntés elősegítéseként, szakemberek véleményén alapuló döntés lenne. Mennyire sértődékeny ember ön, hogyha mondjuk a lakosságnak nem tetszik a tanács egy-egy intézkedése, és ne adj Isten, ennek még a sajtó nyilvánosságot is ad, mit fog szólni hozzá? Azt hiszem, akkor át kell gondolni mindenek előtt, hogy vajon a döntésünk jó volt-e vagy sem. Ezért fogalmaztam én úgy a programot illetően, hogy nekünk olyan döntéseket kell hozni, amely szakemberek véleményén alapszik, tehát háttérben, háttér előkészítése a döntésnek, szakemberek véleménye, és szeretném, ha a tanácstagokon keresztül a lakosság széles rétegeinek véleményén alapuló döntés lenne. Ha így történik az ellenvélemény, akkor nem biztos, hogy a többség véleménye az az ellenvélemény. De ha mégis ellenvélemény születik, akkor nem személyes sértésnek veszi? Soha nem vettem, és azt hiszem, hogy senki nem mondhatja, hogy valaha is személyes sértésnek vettem valamilyen megjegyzést. Nos hát akkor mindjárt itt van egy téma, amiben a lakosság nem ért és nem értett egyet a tanács végrehajtó bizottságának döntésével. A patinás pécsi Sörház utcát Majorosi Imrére, Pécs egykori polgármesterének nevére keresztelte el a VB. Az előzmények. 1988. október 19-én dr. Majorosi Kálmánné tanúk és tanácsi vezetők jelenlétében közérdekű megegyezést írt alá. Az okirat szerint a Kossuth Lajos utca 19-es szám alatti épület első emeletén a Vasvári család által kialakított szobabelsőt, összesen 74 darab jelentős értékű bútort és műtárgyat a magyar állam tulajdonába adta, s meghagyta örököseinek, hogy halála után e tárgyakat bocsássák Pécs megyei várostanács rendelkezésére. Közérdekű meghagyása feltételeként kikötötte, hogy egyrészt a szobabelsőt halála után is jelenlegi helyén együtt kell tartani, másrészt Pécs város állítsa vissza a Sörház utcának rokonáról, Majorosi Imréről történő elnevezését. Tetszik-e tudni, hogy milyen utcában vagyunk? Sörház utca, itt volt az első sörgyár valamikor. Tessék csak oda fölnézni arra a táblára, mi van oda kiírva? Az is volt, igen. Volt meg Ibarúr, Hidolores utca is volt ez, az is volt. És arról nem tetszett hallani, hogy megváltoztatták ezt az utcanevet? Ezt most nem hallottam. De most miért, megint más lesz talán? Hogy hívták ezt az utcát korábban? Sörház. Ön itt lakik talán? Nem, ide járok a fiam a zeneiskolán. Egyet értette vele a döntéssel? Nem. És miért nem? Hát azért, mert sajnálatosnak tartom, hogy Pécs belvárosába egy ilyen megszokott nev, ez egy patinás utca név, és az emberek megkérdezése nélkül
Ezt nem hiszem, hogy ha itt a környék lakóit, vagy bárkit megkérdeztek volna, akkor ezt helybe hagyták volna. Én néhány lakónak a véleménye alapján elhatároztam, hogy ez ellen próbálok fellépni. Nekem nem tetszett a dolog, elsősorban azért nem, mert túl sok utcanév változtatás van Pécsen, és ezeknek a többsége napi politikai szempontok alapján történik. Tehát nem elvi alapon történik az utcanév változtatás, hanem különböző egyéb ügyeknek alárendelve. A döntésjoga a tanács végrehajtó bizottságának hatáskörében van, az előkészítő feladat pedig az igazgatási osztálynak a feladata. Az említett 76-os MTTH elnökének utasítása egy tilalmat mond. Élő személyről nem szabad elnevezni közterületet. Egyébként a helyi tanácsokra bízza, hogy meghalt, elhunyt személy, fogalom vagy tárgy is lehet. Mi a gyakorlat ma 1989-ben Pécsen? Eleinte két szervezetnek a véleményét kértük ki. A megyei levéltárét, illetőleg a Dél-Dunántúli Tudományos Intézet, ma úgy hívják, hogy a Magyar Tudományos Akadémia regionális központja. Később a 80-as évek második felében bevontuk a megalakult Városszépítő és Városvédő Egyesületet, illetőleg a Hazafias Népfront Településpolitikai Munkabizottságát. Szerint most a kizáró okokról. Mi van akkor, ha a lakosság egy részének a tervezett utcanév, az elnevezés nem tetszik? Én a 14 év alatt az utóbbi időben, és mondhatnám ezt, hogy ebben az utóbbi egy vagy másfél évben észleltem ilyet, és hadd mondjam el ezeket. Elég nagy port vert fel nálunk tavaly az István tér elnevezése, átnevezése Szent István térre. A végrehajtó bizottságunk többször foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tanácstagi interpelláció is történt ebben. Végül is a végrehajtó bizottság múlt év nyarának elején a Szent István tér elnevezést elfogadta, azonosult a lakossági elképzeléssel. Ha a lakosság más elnevezést kíván, akkor ezt meg kellünk vizsgálnunk. Felkeresték Önök a tanácstagot? Nem. Ki a tanácstag jelenleg itt? 936-tól lakom itt, és azóta volt először Sörház utca, azután lett Majorosi Imre utca, utána lett Ibaruri Dolores utca, utána lett Majorosi Imre utca, illetve Sörház utca, és most megint át akarják keresztelni Majorosi Imre utcára. Feltételes módban beszél az utcanév megváltoztatásáról, pedig itt a fejünk felett már ki van írva, hogy dr. Majorosi Imre utcában állunk. Ön még mindig reménykedik abban, hogy megváltoztatják? Én még mindig abban reménykedem, mert azért, hát mégiscsak tessék megnézni, hogy hány emberről van szó, és ennek mindnek a címváltozást kell végigcsinálni. Szerintem ez egy olyan fölösleges, amikor még Pécs, hála Istennek, annyira bővül, hogy nagyon sok utcát lehetne elnevezni az ő nevéről. Hát erről a vállalat csak így vett tudomást, hogy az utcán egyik reggel azt vettük észre, hogy néhány tábla ki lett cserélve, és semmiféle hivatalos értesítést nem kaptunk. A tanács illetékesét, az igazgatási osztályt kerestük meg telefonon, és kérdeztük, hogy hát milyen elgondolás szerint értesítették ki a cégeket, illetőleg a lakosságot. Kérem, azt mondták, megjelent az újságcikk, ebből tudomást lehetett szerezni arról, hogy megváltozik a név. Én azt válaszoltam, hogy hát azért illőnek tartottuk volna, hogy legalább egy sort írjanak, hogy ez a cég, amelyiknek a világ minden részével kapcsolata van, hát mától kezdve nem a Sörház utcában, hanem a Majoros Imre utcában van. A válasz az volt, hogy ők ezt nem tartják fontosnak. Hát nekünk ez igen komoly költségvonzattal is jár, ugyanis cégpapírjaink, azután nyomtatványaink, számláink, a külföld felé irányuló különböző levelező papírjaink, bélyegzőink, cégkártyáink, mind a mai napon rossz címmel
kollégáknál szerepelnek, ezeken változtatni kell. Lehet, hogy a jövőben írni fogunk egy olyan gondolattal, hogy majd a tanácsot megkeresik ezeknek a számlaknak esetleg a kiegyenlítésére. A pécsi kesztyűgyár számításai szerint egyébként több százezer forintos kiadást jelent nekik a névváltoztatás. A lakóknak csak időt és fáradtságot, mert persze nem csak a személyigazolványban kell átírni az új címet, hanem a forgalmi engedélyben, a jogosítványban, és ki tudja felsorolni azt a sok-sok okmányt, amelyet most meg kell változtatni. Mellesleg ezen a címen működik stúdiónk is, immáron 13 éve, és erre a címre kapjuk azt az évi több ezer levelet, amelyet a nézőnk nekünk küldenek. De külföldi partnereink is ezen a címen ismernek bennünket, így szerepelünk a Nemzetközi Telex könyvben is. Úgyhogy a mi pecsétjeink, levélpapírjaink, borítékjaink újra nyomtatása, újra gyártatása szintén tetemes összegre rúgna. És mindez persze az adófizető polgárok pénzéből. Ezért úgy döntöttünk, hogy az eddig használt levélpapírjainkat nem dobjuk a szemétbe. Írjanak tehát nekünk, címünk egyelőre változatlan. Pécs, Sörház utca 6-8. Ezzel már a búcsúzom, jó éjszakát kívánok!